Hello! A lányok megint azt a feladatot kapják, hogy írjanak egy költeményt a nagyülnek. Egy ódával kell meglepnetek Attilát. Hegyes fogakkal mald az ajkam, nagy nyíró rózsát csókolj rajtam. Eszem elképesztő kiállásoddal elveszed, férfi erődet megérezni, elveszni benne, ezt tervezem. Katit megihleti a kvados kép az Attiláról, és egyből neki is lát. Az élet háborgó tengerén stabil kikötő vagy nekem. Szelem a sivatagban, só az ételemben. Majonéz a sushimon, erős Pista a hólabdámon. Ez jó lesz. Ez az új kedvencem! Már egy ideje, csak rád gondolok. Mindig. Megállva. Nana, ezt József Attilától lopikázta Hello. Ez plágium botrány. Egy skandallum. Már egy hete csak a mamára gondolok mindig. Megálló. De lehet, hogy azért másolta tőle, mert ő is Attila. Így már egész más a gyerek fekvése. Attila, mint a hunok királya, rengeteg nőnek álmos vágya. Az én idei ódám a nagyőnek pedig a következő. Egyedül, oly magányos az éjjel. Nagy fák is várnak büszke terebélyel. Fájdalmas az olajembargó. Kedvenc filmem, a Fargó. Ezt félig József Attila írta, félig én. Találjátok ki, hogy melyiket írtam én, ez egy kollab volt az Atussal. Hello. Szia. Hello. És a Claudia még cukrot is tesz a papírra, hát ha az Attilának kedve támad nyalogatni és trippelni. Én meglepetésként a levélre cukrot ragasztottam. A cukor megédesíti az ételeket vagy az italokat, úgy szeretném Attila életét is beédesíteni. Ez esetben illene feltüntetni, hogy hány gram hozzáadott cukrot tartalmaz a termék. Nehogy véletlenül ráküldjem a Norbit a Klaura. Cukrot ragasztottam. 11,1 gram cukor van per darabban. Amilyennek én Erikát gondolom. Ó, oh, ez is. Natalie. A Blanche-nak nem szagos a papírja. A Beának meg halszagú. Igen, ez hal. Ez definitely hal. Nem mindegyik. A Bogi ódájának meg dévérkeszek szagja van. A Mettának meg uborka. Kovászos. A Ramona ezután egy fergeteges karaoke partit szervez le a nagyőnek. Ahova még egy sztár DJ-t is szervál. Meglepetésként elhoztam nektek egy régi kedves ismerősömet, Kuksit! Fogadjátok sok szeretettel! Én lemerném fogadni, hogy a DJ Kuksi még a DJ George-nál is bitangabb beateket kever. Itt van velünk DJ George! DJ! Nem sokára érkezik Attila, és levehetitek őt a lábáról az ének tudásotokkal! Attila, hol vagy? Merre jársz? Hol lehetsz? Érkezzen a nagyő, Árpa Attila! Ilyen becsúszást még a Cristiano se tudott volna mutatni. Az Attila jó begerjeszti a lányokat a folytogatós technikájával. Én egyszerűen liba bőrös lettem ettől a férfias, mély énekhangtól. Egy igazi showman ez az Attila. Only you can make this world seem right. Az Attila egy élő dupla V. Never misses. Nem tud hibázni. Mindenhez ért. Én nem tudtam, hogy Attila ennyire jól tud énekelni. Nekem nagyon-nagyon tetszett. DJ Kuksi már be is készítette az instrumentálokat a YouTube-ról. Ezután a performance után a lányok is sorra kerülnek a színpadon, azaz a kanapé előtt. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? It was hard, super bad, feels so bad.
Nagyon szép számok vannak meg a Kuksinak, majd elkérem a tracklistet, hogy tudjam én is őket énekelni itthon. Egy biztos, a legyet sikerült begerjeszteni az Attilának, mert visszatért rá. Abban a hangulatban van, abban a vad hangulatban, ami lehet, hogy most kell lenni fog. A karaoke party győztese pedig valamilyen rejtélyes okból a Bogi lett. Úgyhogy Bogi. Köszönöm. A tények szürke tengerében elfutunk. A jutalma egy randevú az Attilával a Magyar Safari Parkban. A Bogi. Boginek hívják? Szép, fiatal és elég vad. Attila a vadőrnek meg is jegyzi, hogy jöhetett volna szoknyában a Bogi a szafariba. Eljöjjön kell, hogy nincs rajta szoknya. És bugyi nélkül kellett volna jönnie. Hello! Hello! Attila gyorsban meg is érdeklődi, hogy számíthat-e vad dolgokra a Bogival a közeljövőben. Vad randi az nem olyan értelemben vad, ahogy esetleg érteni vagy félreérteni lehetne. Igen. Remélem az is majd lesz. A vadőr átadja a terepet és elmegy megetetni a velociraptorokat. Hát nem teljesen erre számítottam, de nagyon örültem neki, szeretem az állatokat. Na, ez egy tökéletes párosítás, mert az Attila is szereti az állatokat. Rajongásig szeretem az állatokat. Állatok! Eközben a palotában az irigy mimcsiék kibeszélik a Bogit, hogy nem elég nőies. Bogiról az a véleményem, hogy hiányzik belőle az alapvető nőiesség. A mimcsi azért csak elismeri, hogy irigy. Safari parkba. Ne! De! De irigykedtem, mert oda én is szívesen mentem volna Attilával. Aztán ridingolnak egyet az elefánin, és az Attila hirtelen lányos zavarában nem is tudja, hogy hova kapaszkodjon. Elég jó érzés volt így szorosan ülni Attila ölében. Mindegy, hát kapaszkodtam egy állatba. Na és mi az, amit még lehet csinálni egy safari parkban? Na mi? Inni. Természetesen ott is isznak egy pezsgőt, igényesen a mini óriás kerék tövében, mert 5 percenként durrannia kell a szponzor pezsgőnek ebben a műsorban. Ádál. Szép. Áj, de nehéz. Nehéz? Mi? Tudod, milyen nehéz? Mesélj. Azt ki fogja visszavezetni a jippet, hm? A vadőrnekkel, majd visszafurikázni a raptorokkal? Attila! Kígyójának különleges volt a tapintása. A harcos amazonok megmaradt csoportjának sörkolbi versenyt rendeznek. Herzlich willkommen, üdvözöllek benneteket a nagy sörfesztiválon. De előtte végig kell hallgatniuk, ahogy Attila mesél az izgalmas müncheni gyerekkoráról. Én Münchenben születtem, és nőttem föl, tehát az Oktoberfest volt úgymond a játszóterem. Boring! El se kezdődött a verseny, de Attila már a második korsót tolja. Én már a müncheni gyerekkort se hinném el neki. Tuti balmazújvárosi. Az én taktikám az volt, hogy egy kézben minél többet megfogok, és amilyen gyorsan csak tudok, futok majd vissza. Fura is lenne egy olyan játékban más taktikát alkalmazni, ami arról szól, hogy egy kézben minél többet meg kell fogni, és futkosni kell oda-vissza. Gyakorlatilag rágás nélkül próbáltam meglenyelni őket, egy kis vizet inni hozzá. A Metta legalább lelkesen, fogazás nélkül torkozza le a kolbászokat. És ahogy már említettem, a nyertes nem más, mint Metta, a mesebeli randevún hercegnőként. Te vehetsz részt! Nem is csoda, hogy megnyerte a versenyt. Aki ennyi kolbászt a szájába tud tömni ilyen gyorsan, annak azon nyomban rózsát kell adni. Igazából megérte azt a rengeteg kolbászt a számba tömni. A rutinos nagyőr rajongók már sejthetik, mi lesz Metta jutalma. Na mi? Egy álomrandevú az Attilával, mi más? És azonnal ott is durran egy pezsgő. Pezsgő? Kiköp? Lenyel? Attila stílszerűen Cézárnak öltözve zavarta haza a Kleopátrát a műsorból. Sziasztok! Ezt még a római és az egyiptomi istenek is megsiratták. A többi lány pedig bejutott az elődöntőbe, és nem maradt más hátra, mint hogy durrancson még egyet az Attila.